Örköli úti parkolót, ami most itt mögöttem látható, átadjuk a város lakóinak. Budai Lórend polgármester adta át a Tököli úti orvosi rendelők mellett megépített új parkolókat hétfő délelőtt. Egyszerre összesen 65 személygépkocsi számára biztosít férőhelyet a közel 200 millió forintba került új létesítmény. Kialakítottak két darab mozgássérült parkolót is, valamint kiépítették a megfelelő csapadék vízelvezetést, illetve korszerű világítással is kiegészítették a fejlesztést. A polgármester szerint nem volt egyszerű végigvinni a beruházást. Ez a beruházás is hemzsegett a problémáktól, akár tervezési, akár kivitelezési szinten, de azt gondolom, hogy ezt olyan módon sikerült megoldani, hogy abból a város lakói nagyon keveset, vagy éppen semmit nem vehettek észre. Itt nagyon klassz, nagyon szép parkoló került átadásra a mai napon, és nagyon bízok benne, hogy ez a jövőben is így fog folytatódni, minden nehézséggel megküzdve, szépen lassan, de ezeket a projekteket rendben meg tudjuk valósítani. Az eredeti tervekben 35 személygépkocsi, 5 busz, illetve egy mozgássérült parkolót terveztek a helyszínre, de az új városvezetés szerint inkább személygépkocsi parkolók megépítésére volt szükség a belvárosban. Ráadásul időközben kiderült az is, hogy az Altalajt még úgy is komolyan meg kellett erősíteni, hogy a helyszín a személygépkocsik számára használhatóvá váljon. A szükséges plusz finanszírozást a beruházásra érkező többlettámogatásból, egyéb pályázati forrásokból, illetve önkormányzati önerőből finanszírozták. A buszpályaudvar és környékének felújítási projektje, amelybe a parkolóépítés is beletartozott, összességében több mint 800 millió forintba került. A város 2017-ben nyújtott be pályázatot a fejlesztésre, és 496 millió forintos támogatást nyert. Az összetett fejlesztési program kivitelezése tavaly kezdődött. Kaptunk egy új buszpályaudvart és környezetét. A Volán társaság időközben felújította az állomás épületet, tehát az gyakorlatilag az egész környék rendezésre került. A Tököli út és Rákóczi út igen forgalmas kereszteződésében egy lámpás kereszteződés került kialakításra. Ettől mi azt várjuk, hogy a reggel, illetve a délutáni csúcsokat ezentúl sokkal kényelmesebben, sokkal komfortosabban tudják megvalósítani a városlakók, át tudnak rajta haladni kényelmesen. Ezek a lámpák már ilyen modern lámpák, tehát kamerával felszereltek, ami azt jelenti, hogy figyelik a forgalmat, és amelyik irányból a nagyobb terhelés érkezik, azt a forgalmi irányt fogják jobban engedni. A buszpályaudvar, valamint a Tököli út és a Rákóczi út kereszteződésében kiépített jelzőlámpás rendszer átadás-átvételi eljárása megkezdődött. A beruházást várhatóan október elején adják át teljes egészében a forgalomnak.